Mi azt szeretnénk, hogy a nyugdíj biztosítási jogon járna. Azt szeretnénk, hogy ne történjen meg az a csúfság, hogy 10 év alatt az átlagkeresetekhez képest az akkor nagyjából 75-77%-ot elérő átlagos nyugdíjszint ne zuhanjon 55%-ra. Ma egy átlagos nyugdíjas alig keres a felénél többet annak, mint amit egy átlagos munkavállaló. Ezt önök csinálták. Nyilván nem értünk el egyet. Önök valójában csak az inflációval hajlandóak növelni a nyugdíjakat, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjas, amikor nyugdíjba megy, onnantól kezdve elveszíti a reményét, hogy lesz még egy kicsikét jobb. Nem lesz már jobb. Ott vége van. Ő nem osztozik többet az ország sikereiben saját életére tekintettel. Nem osztozik. Önök elvették a nyugdíjasoktól ezt a reményt. Önök nem teszik lehetővé, hogy életszerű legyen a nyugdíjrendszer, hogy például a kokáért rugalmas legyen a nyugdíjba vonulás. Ennek persze az eredménye, hogy 2010-hez képest, amikor közel 11%-át közös jövedelmünknek nyugdíjra költöttük, mára csak 7%-át költjük arra. Hát gratulálok maguknak. Igazából emberbaráti, kedves társaságot alkotnak önök.